volt olyan is, hogy ilyen építő szellemes játék, és az nekem hány is volt? 9. Vas Maja Lili 2 évvel ezelőtt mesélt lelkesen a Dunakömlődi Töknap játékos feladatairól. A járványhelyzet miatt az elmúlt évben elmaradt a program. Október 29-én 17 órától azonban újra játszhatják a gyerekek a szellemes játékot, és még sok mást is. Igyekszünk egy kicsit ilyen halloween-es megcsinálni ezt a töknapot. Mindig az volt a programunk, és hagyományosan ragaszkodunk is hozzá, hogy az első részben a töklámpások versenyével kezdjük, tehát hozhatják a gyerekek az otthon kivált tököket, és ott a gyereket választják ki, hogy melyik a legjobban tetsző. Minden tökkel érkező gyerek kap valamilyen kis ajándékot, tehát üres kézzel senki nem fog távozni. És utána kezdődik a nagy buli. 8 feladat lesz a gyerekeknek, ilyen egyéni ügyességi feladatok. Vannak a már megszokott és nagyon kedveltek, és minden évben 2-3 új feladattal is készülünk. Lesz tök magválogatás, de nevérszállítás szívószállal, memóriajáték. A könnyű és mókás feladatokat időre kell elvégezniük a gyerekeknek, jutalmul csokoládét és édességet kapnak. Közös játékkal fejezik majd be a programot, amely főként beltéren zajlik. Olyat szoktunk, ez attól függ, hogy hány tök lámpás gyűlik össze, hogy körbe kerüljük a faluházat, kicsit látványosságnak, ilyen tök felvonulással, de hát ez évenként változik. Hát volt, amikor jelmezeset csináltunk, tehát mindig próbálunk valami mást is kitalálni a régi megszokott játékok mellé. A rendezvényre a belépés díjtalan.